Üdvözlöm Önöket az EVTN Vatikáni stúdiójából. Stancs Boglárka vagyok. Tartsanak velem, és nézzük az elmúlt napok legfrissebb vatikáni híreit. Nők, felszentelt szolgálat, szinodalitás, a visszaélések tragédiája. Mindezek az egyházilag kényes témák jelen vannak Ferenc pápa előszavában, amelyet a Nők és szolgálatok a Szinodális Egyházban című új könyvhöz írt. A kötet három teológusnő és két bíboros közös munkája. A nők szerepének kérdésével a közelmúltban közzétett, a szinódus közelgő, októberi ülésszakára vonatkozó Instrumentum Laboris is foglalkozott. A dokumentum hangsúlyozza, hogy szükség van a nők tehetségének és hivatásainak fokozottabb elismerésére, szorgalmazva a mentalitásváltást egy jobban a kapcsolatra épülő, a kölcsönösen jobban egymásra utaló és kölcsönösen vallott szemléletmód felé, amely szerint a férfiak és a nők testvérek Krisztusban, egyesülve az egyház küldetésében. Ferenc pápa a női diakonátus kérdését a szolgálati formák tágabb kontextusában a hittani dikasztériumra bízta, a szinódusi főtitkársággal együttműködve. Ez a törekvés a szinódusi közgyűlés vágyára kíván válaszolni, hogy jobban ismerjék el és értékeljék a nők hozzájárulását, valamint növeljék a rájuk bízott lelkipásztori felelősséget az egyház élete és küldetése minden területén. Bár a nyári időszakra való tekintettel júliusban szünetelnek a pápai audienciák, Ferenc pápa hétfőn fogadta 6 szerzetes rend és intézmény tagjait az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében a szerzetesi élet egyszerűségére mutatott rá. Törekedjenek a lényegre, mondjanak le a felesleges dolgokról, ahogyan alapítóik tették. Hagyják, hogy nap mint nap alakítsa őket Isten szeretetének egyszerűsége, amely az evangéliumban tükröződik. Isten szeretete egyszerű, szépsége egyszerű, nem kifinomult szépség, hanem egyszerű, emberközeli. Szabaduljatok meg mindentől, amire nincs szükség, és ami akadályozhatja a meghallgatást és a döntési folyamatokban az egyetértést. Szabaduljatok meg a számítgatástól, az ambícióktól. Búzdította a szerzeteseket a pápa. Július 9-én a Szentszék sajtóközpontjában mutatták be a dokumentumot, mely nem kíván előre gyártott válaszokat adni, sokkal inkább útmutatást és javaslatokat arra, hogy az egyház a maga egészében hogyan lehet szinodális a küldetésében, vagyis hogyan lehet közelebb az emberekhez. Miként legyen kevésbé bürokratikus, helyette Isten háza és családja, ahol minden megkeresztelt felelősnek érzi magát, és részt vesz az egyház életében, a maga szerepének és szolgálatának megfelelően. Az október 2-a és 27-e között megrendezendő ülés témája egy szinodális egyházért, szeretetközösség, részvétel és misszió, mely a 2023-as ülést követi. A most megjelent munkadokumentum összegyűjti az előző év gyümölcseit, kiegészítve azt más találkozók eredményeivel. Ezentúl tartalmazza a 10 tanulmányi csoportnak a munkáját, amellyel Ferenc pápa megbízásából elmélyítették a 2023-as szinóduson fölmerült bizonyos témákat. És ne feledjék, a Szent Évvel kapcsolatos információkkal rendszeresen jelentkezem itt, a Vatikánóban. Köszönöm figyelmüket! Jövő héten ismét jelentkezem Rómából, az Egyház szívéből.